Szép estét kívánok, boldog új évet kívánok a Fehérvári Televízió valamennyi nézőjének. Folytatjuk évértékelő beszélgetés sorozatunkat. Vendégem Juhász Zsófi, a Fehérvári Programszervező Kft. Ügyvezetője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz Zsófi. Szervusz, jó estét kívánok. Már túl vagyunk a szerencsehozó lencsén. Én azt gondolom, hogy remek évünk lesz, én ezt érzem. De ahhoz, hogy ez milyen év lesz, hogy nyilván hozzájárult az előző esztendő, tehát a 2019-es sikere is, én azt gondolom, hogy minden eddiginél, bár a 2020 is, az idei év is nagyszerű lesz, én bízom benne, de számtalan olyan program volt, ismét teszem hozzá, ami megerősített bennünket, hogy Székesfehérvár nem csak a királyok, a sport, a kultúra, a gazdaságvárosa, hanem a rangos kulturális eseményeké, a közösségi léte is, és ebben kiemelt szerepet játszik a programszervező Kft. Te magad ügyvezetőként, illetve munkatársaiddal, hiszen több mint 40 olyan program volt, amire azt hiszem a székesfehérváriak szívesen emlékeznek vissza. Ezeket vegyük most górcső alá, mert hogy ugye a lencsét azt tudjuk, de már önmagában ez a szerencsehozó lencse, és egy olyan tradíció, ami előtte a kalappal, mert hogy ez mindig fontos számunkra. Én azt látom egyébként, hogy minden fehérvári eseménynek van egy jó ötlet alapja, és nyilván a mi feladatunk az, hogy ebből a jó ötletből egy jó rendezvényt, egy jó hagyományt teremtsünk, és hogy ennek minden ízét, minden porcikáját lássuk 5 év múlva is, hiszen akkor tudunk egyre jobb rendezvényeket szervezni, egyre jobban fejlődni. De én még visszamennék így a beszélgetés elejére, mert hogy új év és új évi fogadalmak. És én azt fogadtam meg, ami szerintem nagyon rossz volt 2019-ben, hogy mivel szervezzük az eseményeket, és izgulunk, és ezért ugye annyira így pörgeti magába a dolgot, hogy jaj, csak legyünk túl rajta, és minden rendben legyen a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy így észre se veszi az ember, de már augusztus van, és hogyha tovább pörget, és hogy jaj, majd az adventtel is minden sikerüljön, akkor is egyre jobban pörgetjük az évet, és így úgy elillant ez a 2019 számunkra és számomra is, hogy én ezt fogadtam meg, hogy nem fogom az eseményeknek a végét várni feltétlenül, hanem azt, hogy kiélvezzem én is minden percét, mert egyébként a Kft-ben most már annyira jó a szakmai csapat és a marketing kommunikáció is, és természetesen az ügyvitel, hogy biztonságban érezheti magát én is nyilván, mint ügyvezető, de azt gondolom, hogy az egész város. És ha azt mondjuk, hogy nagyon sikeres volt a 2019, akkor ezt olyan jó, hogy most már nem csak úgy mondhatjuk, hogy így magunkat így dicsérgessük, és én itt üljek a televízióba, és hogy jaj, de jók volt a 2019, hanem mert nagyon olyanok a visszajelzések is a városlakóktól és azoktól a kollégáktól, művészeti egyesületektől, akikkel közösen szervezzük ezeket. A visszatérve oda, hogy mindennek mindig egy jó ötlet az alapja, hogy a szerencsehozó lencse, amit ugye január 1-én tartottunk, ennek nem ételosztás a lényege, tehát ezt szeretném tisztázni itt mindenki előtt, hanem ez egy olyan közösségi esemény, amit egyébként én a családomban is tapasztalom, hiszen január 1-én biztos, hogy vagy ebédre, vagy vacsorára, de inkább ebédre leülünk, és egy tál lencsét megeszünk. És lehet, hogy valakinek nem adatik meg ez a lehetőség, ezt el tudom képzelni, sőt, ez így is van, de azért azt tapasztaljuk, hogy akik eljönnek, és együtt fogyasztják el ezt a lencsét, hogy mégiscsak egy közösségi eseménynek a részesei, és ott beszélgethettünk. Beszélgethettünk a 2019-re, és beszélgethettünk arról is, hogy mi lesz 2020-ban, és hát nyilván ilyenkor, amikor meglátnak bennünket szervezőket, akkor mindenki az ötleteivel próbálkozik, és hogy mit javasolna nekünk, hogy mitől lehet még színesebb az esemény. Ez is, én azt gondolom, hogy minden kollégámra jellemző, hogy befogadóak vagyunk, de egyébként most ezúton tájékoztatok mindent, hogy egyébként készen vannak a 2020-as eseményeknek még a részletei is. Úgyhogy akik bármilyen ilyen jellegű ötlettel szeretné bennünket bombázni, az már csak 2021-re gondolkozzon, hiszen jó előre tudtunk dolgozni. Igen, hát az idei év az bővelkedik eseményekben nyilván, és ráadásul ugye a Trianon emlékév van. Amit mi egyébként, én büszkén mondtam budapesti barátaimnak, hogy ők 2020-ban gondolkodnak, de 2019 már Fehérváron az volt, tehát megelőztük Magyarországot, hála Istennek, és szintén a remek gondolatnak köszönhetően. Én amit még szeretnék kiemelni, mielőtt részletezzük, hogy a fő eseményeket, bár én azt mondom, hogy minden egyes esemény valakinek a legfontosabb.
legyen az kicsi töpörtyüknek, legyen az nagyocska, legyen az felnőtt vagy idős, minden esemény fontos a fehérvárjaknak, hogy sikeres volt ez az év. Tehát ezt... Ezt nyugtázhatjuk mindenféle értelemben. Nagy képviség nélkül tudom mondani. De a csapatodról beszéljünk, mert általában néha-néha szóba kerül, hogy kik végzik el a munkát, mármint hiszen az imént is azt mondtad, hogy már megvan az egész idei év, és méltatlanul kevés szó esik róluk. Mert mi is magával az eseménnyel törődünk, ők pedig a háttérben maradnak szerényen. Egy kicsit beszéljünk a munkatársaidról, mielőtt a programokat. Ugye említetted, hogy mindenkinek fontos valami, de nálunk mi úgy dolgozunk, hogy nyilván én az ügyvezetőként valahol, és ez a feladatom, hogy rálássak az egész cégnek a működésére, ami nem feltétlenül ugye csak a rendezvényekből áll, hiszen azt tudjuk, hogy meg remélem, hogy sokan tudják már, hogy a Fehérvári Programszervező Kft. Működteti a Barátságmozit is, és ugye már a Kertmozinkat is. Tehát mi úgy dolgozunk, hogy a szakmai csapatnak van egy vezetője, igaz, Kriszta. Egyszer valaki azt mondta, hogy nem nekem, hogy hát a Zsófi az földhöz verheti a fenekét, hogy a Krisztával együtt dolgozik. És én egyébként ezt nem titkolom. Tehát az, hogy a Kriszta szakmai vezetőként itt van mellettem, és azokat az apró részleteket olyan gondosan átlátja, enélkül nagyon nehezen tudnánk működtetni. Ugye mindenkire azt mondjuk, hogy mindenki pótolható, nyilván én is az vagyok, valószínűleg a Kriszta is az, de az, hogy most így ennyi idősen mi így egymásra találtunk ebben a Kft-ben, és én mindig is mondtam, hogy nagyon szerettem volna Krisztával dolgozni, csak valahogy úgy kerülgettük egymást itt a városban, és ugye a Kft megalakulásával, ami most februárban már 5 éve lesz, ez a pillanat eljött. És én nagyon örülök, mert Krisztáról azt kell tudni, hogy egy roppant precíz következetes vezető. Látszólag, akik így mondjuk így követik az eseményeket, hogy sok szervező fordul meg nálunk, ez egyáltalán nem a cégnek és nem a városunknak tulajdonítható, hanem azért, mert a fiatalok nem mindig vannak tisztában, hogy mit is jelent ez számukra. Tehát elkezdünk egy interjún beszélgetni, hogy igen, ő szeret emberekkel foglalkozni, szereti a nyüzsgést, nagyon szeret híres emberekkel találkozni, ő imádja, amikor így a rendezvényeken szervezkedett, futkoshat, és aztán eljön az első hétvége, a második és a harmadik, és ő neki még mindig ezt kell csinálni, akkor hirtelen mégsem úgy gondolja már, tehát, hogy ezért ez egy nehéz szakma. És ugye, amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát tényleg milyennyire élménydús az életünk, tehát azért most gondoljanak bele a kedves nézők, hogy adventkor, az adventi naptár az minden nap kinyílt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy úgycsak úgy kinyílt egy ablak, tehát, hanem nyilván annak a fényfestőkkel való tárgyalások, a hangtechnikával való egyeztetés, az, hogy a művészek ott legyenek időben, és az minden egyes, két kollégámnak biztos, hogy ott kellett lenni minden egyes eseményen. Tehát most egy szerencsés decemberünk volt, hiszen borzasztó jó idő volt, tehát voltak kifejezetten tavaszi napok, de lehetne ez -20 fokba is, és nekünk akkor is kellene az ablakot nyitogatni. Tehát Kriszta, akit azért emelek ki, mert tényleg nagyon jó dolgozni vele, és olyan jó, hogy minden helyzetben számíthatok rá, és ő fogja össze a szakmai csapatot. Van egy marketing kommunikációs csapatunk, sokszor kapjuk, egyébként, tehát aki nem dolgozik marketing kommunikáción, nem dolgozik azért, hogy egy rendezvény hány helyen találkozzanak vele a fehérváriak, hogy ne legyen az, hogy valaki azt mondja, hogy nincs itt semmi a városban, mert nem találkozik a hirdetésekkel. Tehát azért ez is egy nagy feladat, és azért 29-30 eseménynél, főleg némelyik, amelyik több tíznapos eseményünk is van, azért annak a napi szintű kommunikációja, hogy mikor, mi történik, egy sajtótájékoztatónak az összeszervezése, az, hogy kik fognak megszólalni egyes programok kapcsán, akár itt a televízióban, akár a rádióban, vagy hogy a Facebookon, közösségi oldalakon milyen programokat és milyen időben. Ez is egy nagy csapatmunka, és nagyon örülök, hogy a marketing kommunikációs csapat és a szervező csapat most már függetlenül tőlem és a Krisztától leül és egyeztetnek. Egy igazi
végre megvalósult az az álmom, hogy elfogadják, hogy miért csapatba dolgozunk, és én, aki egyébként művődési házigazgató is vagyok, és ott látom, hogy ott nagyon magunkra vagyunk utalva, hiszen nincsen külön marketing kommunikáció, nincs külön ügyvitel, hanem ott mindenki csinál mindent, tehát ebből nagyon lehet, nehezen lehet átszokni, hogy jaj, de jó, mert tulajdonképpen itt ülünk hárman az asztalnál, vagy négyen, és ebből mindenkinek megvan a saját feladata, és egy szervezőnek csak az a legnagyobb felelősség, hogy ezt folyamatosan, ezt a folyamatot áttekintse, koordinálja és figyelemmel kísérje. Hát igen, ehhez kell hideg fej, tiszta, forró szív, mérhetetlen szakmai tudás és vitalitás nem különben. Én azt gondolom, hogy jó úton jártak. Nézzük meg így külön-külön a rendezvények sokaságából, mind fontos természetesen, de a nemzeti ünnepeink nem különben. Tehát március 15-e, augusztus 20 mindenek felett, a Szent István koronázás ünnepi játékok, a Néptánc Fesztivál és az október 23. Miként lehet ezekre készülni úgy, hogy megmaradjon a méltósága, és mindig emelje Székesfehérvár rangját, fényét az ünnepi események sora? Ezeknek az eseményeknek két alapvető titka van szerintem. Az egyik az, hogy a város egyébként is nagyon alapoz arra a fiatal tehetségekre, akik itt bármilyen módon, vagy a versünnepen, vagy a Fehérvár hangján, Fehérvár táncosán, Fehér megyei diáknapokon csak egy pillanatra felvillannak, hogy ezeknek a fiataloknak folyamatosan lehetőséget, bemutatkozási, megmutatkozási lehetőséget biztosítson, hiszen a pályaválasztásokban is jelentős mértékben tudja segíteni a fiatalokat. Ha más nem, akkor azért, mert egy magabiztos szerepet tud magára ölteni, akár egy felvételi kapcsán, vagy egy állásinterjú kapcsán. Tehát az, hogy ennyire a fiatalokra alapozunk, ez azért azt gondolom, hogy ezeken az ünnepségeken nagyon látszik. Vannak rengeteg jó fehérvári művészünk, van, akik profik, akik ebből élnek, de ezek a pont általad kiemelt események, ezek elsősorban a fiatalokra alapoznak. És a másik titka szerintem Matúz János, aki igen, szintén ez. Már ugye a KFT-ben dolgozik nálunk, és én nagyon örülök, hogy együtt vagyunk, hiszen amikor János ezekre az eseményekre készül, akkor mi egy ilyen kis színházzá avanzsálódunk, hirtelen egy társulat leszünk, és abban is mindenkinek megvan a feladata, és én azt látom, hogy János is nagyon élvezi. Ő egyébként azt is nyilván, mert hogy a fiatalokkal dolgozhat, de az, hogy most már ő is érzi, hogy mennyire számíthat ránk akár, ha csak azt veszük, hogy ő mondjuk változtatni akar egy próba a helyszínen, hogy ezt nem neki kell elintézni, hanem csak egy telefon, és a kollégáink már is pörgetik az eseményeket, és ők 3 órakor már nem itt, hanem ott tudnak próbálni. Vagy ha bármilyen technikai dolog jön, és erről még nem beszéltünk, hogy a rendezvényszervező Kft. Azt mondhatjuk, hogy egyébként ilyen úri dolgunk van, de hát ez természetesen, aki belelát a munkánkba, azért ez látja, hogy ez sem egy egyszerű feladat, de a technikai kiszolgálást azt egy másik városcég, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Munkatársai végzik. Ott is van egy szervező, egy rendezvényes csapat, ahol a fiúk, remélem, hogy árgus tekintettel és figyelemmel kísérik a technikai forgatókönyveket, amiket mi elküldünk, és ők az alapján összeállítják a saját logisztikájuk alapján, hogy melyik színpadot mikor hova teszik, és ugyanez ez a koncentráltság szükséges, amikor az általad említett nemzeti események a városunkban megvalósulnak. Igen, én is Matúz János szerettem volna kiemelni, mert körbenéztem e hazában, ha úgy tetszik, és Székesfehérvár a nagyon jó példa arra, hogy mi mindent lehet a fiatalok tehetségével kezdeni. Tehát itt a János által rendezett darabokra gondolok, amely most már március 15-e kapcsán, október 23 és augusztus 20-a kapcsán is bebizonyosodott, hogy lehet újat csinálni, a fiatalokra építeni, ahogy mondtad. Emellett pedig a fiatalok tehetségét bemutatni, ez is egyfajta missziója a programszervezőnek, hiszen ahogy mondtad, a versünneptől a szóval, most már van ilyen, hogy szóval győzni, kommunikációs, nagyon fontos, a Fehérvár hangja, a Fehérvár táncosa, ez mind-mind megerősítés abban, hogy igenis tele van Székesfehérvár fiatal tehetségekkel, akik adott esetben egy ilyen program keretében meg tudják mutatni tehetségüket. Igen, én itt még szeretném mondani, hogy tehát ha azt mondtam, hogy két titka van ennek az eseményeknek, akkor azért van három, meg lehet, hogyha még így beszélgetünk fél napig, akkor még azért előjönnek ezek a dolgok. De nyilván
nem, mi nem vagyunk mindenhatók, és nem tudunk mindent kitalálni, és nem is szabad. Tehát nyilván nem feltétlenül ez a mi feladatunk, és úgy, ahogy nálunk egy csapat dolgozik azért, hogy ez az adott esemény jól megvalósuljon, nyilván a városvezetés is, és a többi intézmény, a többi szervezet, a többi magánszemély, aki fontosnak talál egyes rendezvényt, ők ugyanúgy egy csapatban dolgoznak. Tehát az általad említett szóval győzni, és a versünnep, sőt a versünnep még speciálisabb, hiszen ezt a ti szervezitek, és mi csak nagy tisztelettel figyeljük, hogy milyen szép esemény, és hát utána nyilván mi is használjuk a fiatalokat a rendezvényeink megvalósítása során. De például a Szóval Győzni kommunikációs bajnokság az nem is a mi ötletünk volt, hanem van a Prosperis Alba Kft., akinek az a feladata, hogy ezeknek a fiataloknak más utat is mutasson, meg nem biztos, hogy ugyanazoknak a fiataloknak, hiszen aki táncol, az általában már nem szokott énekelni, vagy fordítva, meg nem biztos, hogyha ezt a könnyedebb műfajt, de nagyon sok olyan fiatal tehetség van most jelenleg a középiskolákban, akik lehet, hogy bármilyen módon a média iránt érdeklődnek. És azért az, hogy egy felkészült, tehetséges riportert láthatunk vagy műsorvezetőt a televízióban, az nyilván nekünk is üdén hat, és ha más nem, akkor ez a kommunikációs bajnokság szintén egy kicsit a pályaorientációban tudja segíteni a fiatalokat, hogy hát, ha ez az a rész, vagy az újságírás, ami mindenki segíthet. Tehát nagyon fontos, hogy, és akkor összefoglalom, hogy mi a harmadik titok, hogy együttműködésben vagyunk intézményekkel, más szervezetekkel, akik sokkal másképp tudnak hozzátenni egy-egy rendezvényhez, mint akik már a megvalósításban kell, hogy aktívan közreműködjünk. Még egy kicsit térjünk vissza az augusztus 20-ára, mert ugye az a csúcsünnep számunkra. Én azt tapasztalom szintén, hála Istennek, hiszen így a Fehérvár Televízió és az újságunk és a rádió is remekül jár, hiszen kitelepülve tudunk beszélgetni sztárokkal. Valódi sztárokat sikerül ide csábítani a 20-ai koncertsorozat környékén. Én azt mondom, hogy hát ez zseniális történet. Hát csak az elmúlt esztendőt nézzük, hogy Rúzsa Magdival, Blaha Louisianával, Neoton Familiával és a többiekkel találkozunk, az egyrészt nagyon jó a fiataloknak és minden korosztálynak, másrészt pedig lásd Fehérvár hangja, egy bizonyos idő után beépülnek Székesfehérvár kulturális életébe. Ugye a Blaha Louisiana két tagja is ott volt a Fehérvár hangján a zsűriben, ugyanígy a Jazz Fesztivál kapcsán Vörös Tamás szintén ott ül a zsűriben, tehát kicsit székesfehérváriakká válnak ezek, és szívesen jönnek. Viszont én nem iridlem azt a csapatot, aki elkezdi szervezni, hiszen ilyen sztárparádét hozni évről évre, ami már-már elvárás felétek, azért az kemény feladat. Hát ezért kell időben, és ezért mondtam, hogy ugye már 21-ben jár a fejünk, hiszen nagyon előre kell velük tervezni. Én egyébként nem vagyok ilyen sztárbarát, tehát én nem vagyok feltétlenül az, aki állandóan ott nyüskök így körülöttük a backstage-be, hogy jaj, csak egy szóval hadd tartsam fel, vagy egy selfie, de például ezt tudom, hogy fiatal kollégáim nagyon szeretik ezeket a találkozásokat. Messziről látom, hogy azért az egy elég kemény időszak számukra is, tehát hogy nyilván nem csak Fehérvár akar villogni ezekkel a nagy koncertekkel, hanem más is, és ezért nagyon fontos, hogy időben találkozzunk velük, illetve nyilván a menedzserekkel. De ez egy jó dolog, és azért, mert ha csak azt nézzük, hogy például előzenekarokként pontosan az általad említett Fehérvár hangjának a mi kis sztárjaink fellépőit tudjuk előnyben részesíteni nekünk, az is egy nagy dolog, hiszen ott azért több ezer ember van, aki lehet, hogy mondjuk nem követte az eseményeket, de utána meg arra lesz büszke, hogy na, ő is Fehérvár, hiszen ha csak gondolunk Flór Tomira, aki szintén fehérvári volt, és mennyire jó érzés, hogy ő is úgy gondol vissza Fehérvárra, hogy ez egy jó város. Jó figyelni azokat a fiatalokat, akiket ezek a rendezvények hoztak fel, Lász Zsigmond, Lala, Orsi, Ferenci Nagybogi, és így tovább. No, viszont a fiatalok, ha már a fiataloknál tartunk, a diáknapok, a kortárs ünnepségek, illetve a kortárs események is nem különben fontosak. Én azt mondom, hogy a diáknapok, a Florália, a kortárs művészeti fesztivál is nagyon sokat segít abban, hogy Székesfehérvárt valóban elismerjék, mint a művészetek városát is.
Igen, ez, én a Kortárs Művészeti Fesztivál, nekem az a kedvencem egyébként, tehát hogyha nem kérdezted ugyan meg, de én azért elmondtam, hogy nekem az a kedvenc rendezvényem, és még mindig azt érzem, hogy ebben rengeteg lehetőség van. Ha tulajdonképpen a Fehérvár egy kicsit léphetne a nemzetközi eseményeknek az irányába, és én nagyon el tudnám képzelni pont a májusi időszakot, amikor lehetne még egy olyan utcafestés, vagy házfalakra bármilyen vetítés, tehát ami egy picit nyilván ezt az újszerű művészeti felfogásokat helyezni előtérbe, és egy picit még jobban megmozdulnának a fehérvári alkotók, bár hozzáteszem, hogy az a legizgalmasabb napja a Kortárs Művészeti Fesztiválnak, amikor a megnyitó napján fehérvári nagyművészeink ott sétálgatnak az alkotások körül, vagy még utolsó simításokat végzik rajta. Tehát ugye azt a ligetet ők akkor egy picit maguknak érzik, és jó lenne, hogyha ez a 10 nap, ennek sokkal nagyobb hatása lenne ránk is, fehérváriakra. Lehet, hogy még ez a kortárs művészet, ez még mindig így lehúz egy rolót valakik előtt, de én azt látom, hogy azzal, hogy kihoztuk a ligetbe, és nem azt kérjük a kortárs művészektől, hogy a megszokott kiállítóhelyeken állítsanak elő, hanem ilyenkor jobb ezenben a nyílt ligetben. Lehet, hogy ezzel picit közelítünk és érzékenyítjük a kortárs művészet iránt a fehérváriakat. De én nekem tényleg az a kedvencem, és mindig az a vágyam, hogy a tóparton ott egyszer valami olyan vízfesztivált szervezni, ami zenében, ezekkel a fényekkel, a vízszökőkút megjelenésekkel, tehát egy ilyen új színfoltja lehetne a városban, de egyébként nekem nyilván rengeteg ötletem van. Nincs kétségem felőle, hogy ezt megvalósítod. Annál is inkább, hiszen a Palota városi tavak ideális helyszín lesz. Mert hogy megérkeztünk egy kicsit, hogy azért a kulináris kultúra, gasztrokultúrát se anyagoljuk el, tehát van nekünk halünnepünk, és van egy lecsófesztivál, az országban a második legnagyobb. Díszpeti barátomnak, aki bajai egyébként, már büszkén mondtam, hogy az elmúlt esztendőben többen voltak itt Fehérváron, mint Baján. Azért ez egy óriási lépcső. Bár de most... azért hozzáteszem, hogy amikor mi átvettük a lecsófesztiválnak, Fehérvári lecsófőzővigaságnak a szervezését, mi Bajára mentünk először, tehát nem halászlételni, mondjuk kaptunk halászlételni, de tapasztalatot. Tehát velük kezdtük, és tőlük kérdeztük meg, hogy lehet jól megszervezni ezt az eseményt. És annó még emlékszem, hogy a tűztálcákat onnan béreltük, tehát ugye így indult az esemény, és aztán most Fehérvár pedig szépen felfejlődött ahhoz, hogy ezt az 500 főzőhelyet tudja biztosítani. Azért az, hogy ez egy gasztronómiai esemény, én oda azért teszek egy kérdőjelet, de én ott azt hangsúlyozom, hogy igen, most biztos, aki nézi a tévét, az azt mondja, hogy jaj, tök büdös van, sok a részeg, teljesen gagyi, búcsú hangulat. Én, aki ott vagyok, és aki ismer, hogy milyen körökben mozgok, és egyébként milyen affinitásom vagy érzékem van a művészetekhez, én például jól tudom magam ott érezni, mert rengeteg baráttal, ismerőssel, baráti társasággal találkozunk. Vannak cégek, akikről nem is tudom, hogy mondjuk volt osztálytársam ott dolgozik, és hogy ott meglátom, hogy együtt főznek, és olyan jó látni, hogy itt van ő is Fehérváron. Tehát ez olyan, mint egy nagy osztálytalálkozó, és igen, van füst, de egyébként azt meg el szeretném mondani, hogy azért van füst, mert csomó nem tudnak tüzet rakni. Tehát a tűzrakásnak a technikája az is egyfajta művészet, és egyébként az idei fa például tökéletes volt, tehát annyira száraz volt, hogy aki azzal nem tudott tüzet rakni, az meg szerintem lehet, hogy indítunk egy tűzrakó tanfolyamot is ezzel kapcsolatban. De igen, ez egy olyan közösségi esemény, ahol tényleg rengetegen megfordulnak, és nyilván ilyenkor eljönnek olyan fehérváriak is, akik nem biztos, hogy megmozdulnak más jellegű rendezvényre, és ott vannak, és akkor egy picit nekünk az a feladatunk, hogy ott is többet adjunk, tehát tényleg ne a búcsús feelinget erősítsük ebbe az ember, hanem olyan gyerekprogramokat, olyan bemutatókat teszünk vagy a közönség sorába, tehát hogy aki a lecson van, nagyon jól tudja, hogy a színpadi programok már nem érvényesülnek, de az, hogy a főzők között
tökre nívós zenekarokat küldünk be utcazenészként, tehát tehát mondjuk, hogy ugye Szomszédvárosban van egy utcazenefesztivál, tehát ez egy igazi utcazenefesztivál, mert járnak főzőhelyről főzőhelyre, nincsenek lekötve egy színpadhoz, tehát ők az igazi utcazenészek, nem akik ilyen kis színpadokon, a sarkokon zenélnek, és nagyon jó zenészek. No, megérkeztünk az idei évhez, mert én azt gondolom tehát, hogy eredményes volt. Nyilván nem vettünk végig minden egyes programot, de én azt hiszem, hogy Székesfehérváron minden polgár, minden korosztály otthon érezhette magát ünnepeinken, mégpedig van belőle bőségesen. Mit várhatunk az idei évtől, csak nagy vonalakban? Hát mi biztos azt ígérhetjük, hogy hasonló színvonalon fogjuk megszervezni azt a 29 eseményt, amit még egyszer mondok, valamelyik 10 napból áll, amit tavaly biztosítottunk a fehérváriaknak, nagyon körültekintően, nagyon vigyázva, biztonságban fogják magukat érezni a fehérváriak. Én inkább útravalónak azt szeretném mondani mindenkinek, hogy nyilván egy bizonyos szempontból, a rendezvények szempontjából nem vagyunk más, mint egy más város. De vannak olyan események, amikre nagyon is büszkék kell lennünk, mert hogy ezek csak Fehérváron vannak. Ez egyik ilyen a Hetet Hét Játékfesztivál. Sok játékfesztivál van, de az, ahogy a Hetet Hét Játék Múzeum munkatársainak a szakmai ismeretével, a szakmai tudásával, tulajdonképpen az egész belvárost egy társasjátékká alakítjuk, és hogy ez egy ilyen folyamat, amin végig lehet menni a családdal, ez például egy különleges rendezvény az országos események sorában. Tehát, hogyha valaki elmegy valahova, és hogy Fehérvárt mi kell, akkor nyilván az építészeti és a szellemi kulturális örökség miatt, igen, mellett igenis, hogy említse meg a Hetet Hét Játékfesztivált. A királyi napokkal kapcsolatban az, hogy a koronázási szertartási játék most már tényleg több éve itt a bazilika romjai felett, ott a nemzeti emlékhelyen megvalósul, ez is egy nagyon nagy különlegesség. Én osztom azt a nézetet, hogy tényleg mindenki nézze meg egyszer a Magyarországon, tehát ez is egy olyan jellegű dolog, amivel lehet büszkélkedni. A Néptánc Fesztivál, amit az Alba Régia Tánc Egyesület szervez, az pedig attól érdekes és attól különleges, hogy a házigazda szerepét a mi táncegyüttesünk, a 70 éve működő Alba Régia Táncegyüttes szervezés, mi minden művészeti csoportra, akik itt Fehérváron élnek és dolgoznak, büszkék vagyunk rájuk, és azt szeretnénk, hogyha ebben az évben is együtt lehetnénk gazdái a sikereknek. Ehhez kívánok erőt, egészséget, boldogságot, hiszen én köszönöm, hogy számíthatunk rátok, mert azt hiszem, hogy minden székesfehérvári nevében mondom, hogy jó székesfehérvárnak lenni, és ehhez bizony sokat tesztek hozzá, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a mai évértékelőben Juhász Zsófia volt a vendégem, a Fehérvári Programszervező Kft. Ügyvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!